to zapowiada londyńska instytucja, zapraszając na wystawę. Mit mondasz? Hogy egyes. Itt vagyunk Miskolcon. Zsírbüfé megnyitója. Mindjárt ott vagyunk Bakonyán. Fél, mennyi van? Nem működik egy óra. 6 óra van, ugye? 9-re ott vagyunk. Kártek, amennyit akarok. Jó. Na és az a lényeg, hogy... Vagyis hát... Robival ti mentetek már együtt, igaz? Egyszer. Hol? Kumbadarason. Kirágon. Ja, mentünk kétszer. Mentünk, persze. Hát együtt kellene felírnatok a pályát. Hát az lesz. Most hát először nyugodtan kellene menni azért annak érdekében, hogy... Mivel foglalkoznak? Itt vársz a tesztel most. Itt vagyunk Pécsen, kövek a szőlősen. Vagy később, mert nem később. Itt vársz a tesztel. Majd oktint. Mit gondolsz a dobrai brazilokról? Vagyunk a híres kővágó szőlősen. Már csak percek választanak el a tesztig. És már működik az órám. Szóval 5 perc is kezdünk. Gyuri bement a kávéért. Zsa, menjünk, basztjuk, addig nyomom. Ez a legalsó pont a parti vége. Tetszik. Na, visszad is. Uh-huh.
nagyon precízen a Gyuri beállítja. Tényleg az? Mi? Tényleg az? Igen. Jó van. Jó embert hoztam? Igen. Minden, mindenhova kell a jó. Gyuri, meg vagy dicsérve. Még majd akkor. Nem. Ez volt az utolsó. Gyuri, kettőn van most. Most nyilván jöttek vele 4 kilométer. Meg kell volna lenni a célba megvenni. Tudtok menni még egyet? Már csak a másik irány. Hát. Ja, most kiadom valakinek ilyen, mi az online kezelőnek? Megyek, hogy csajom már a kocsiba. Vigyázz magadra. Hogy állunk, Gyuri? Gyuri? Jól? Csinálom. Botozik a Tóth Balázs! Thank you.
Na most menjünk? Akkor beszélek utána. Erbélyes elképzelés? De konkrétan az történt az első kör után, hogy be volt állítva így a kocsi, és állítottunk egy ilyet. Tehát annyit kattintottunk, meg olyan nem felemásra, hanem kifonálkítottuk az egész setupot, és mintha mindent eltegergetné mindenfele, de az alapgeometria megvan, és így ment. Most jött velem a legendás Markovics Zsolikő. Kicsit félt, azt mondta, hogy agresszíven vezetek, máshol fékezek, és ne siessek. Én azt hiszem, hogy 60%-on mentem. Mindig nagyon jó visszajelzéseket ad, és igazából követem az intelmeit. De mondom, ez zseniális, hogy a gyors berugózás, damper, faszbump, ezeket ugye kattingatjuk, állítgatjuk, és tényleg akkora értékeket állítottunk, hogy egy új könyv nyílt. Úgyhogy egyelőre azt gondolom, hogy a foglalkozás elérte a célját. Igaz, hogy még csak 3 kört sikerült menni, mert ide értünk 9-re, de délbe mentem ki ugye az első körre. És na, utána be is zárták a pályát, úgyhogy na most fog jönni igazából a java. Na most még tovább csillapítjuk, de már azt gondolom, megvan az alap. Beállítás, aztán próbálom majd magam kicsit lelassítani, hogy Gyuri tudjon még jönni. Aztán meg Krisvarik úr is beül a végén. Úgyhogy egyelőre ennyi. Akkor stabil, csak nehéz volt a kor. Főnök úr, hogy vagyunk? Jó. Ne esse az esős, akkor jó. Mehet föl a kerék. No. Elől is, hátul is. Aha. Menjetek külön. Gyurival? Mivel? Gyurival menjek még egy kör? Szerintem Robival. Gyorsabban? Szerintem Robival. Robival? És próbáljunk vigyázni. Hát de most akar menni Gyuri, akkor? Próbáljunk vigyázni a tetőkárpitra. Nem őt a tapicskolni. De menjünk Gyurival. Hát ha hajlandó vagy egy kicsit lassabban menni, akkor elmegyek veled. Akkor meg direkt, Gyuri. Akkor hát a kocsit állítjuk most, ja? Majd gyakorlatilag vezetni, majd vezetni. Na, szóval ezeknél jobb érezhető volt valamennyi hullámzás az autóban, amikor irányvány. Minimális. Az a becsapulsz, amikor közúton megyünk fel, az egyik valamit megint, akkor milyen az egész, mint a tanítás. Bemész fele a versenypályára, akkor kiderül, hogy alapvetően még lehet rajta keményíteni, mert pedig ki agresszívan használod a kocsit. Most azt próbálni, hogy ezeknél az irányváltásoknál, meg amikor átmész a bukkanóson, hirtelen irányváltásoknál, hogy csillapodik-e, még stabilabbá vált. És akkor hol állítunk? Az elején? Az elején is, meg a hátulján állítunk, hogy ugyanaz lett, hogy egy. Egyenletesen kopjon. Uh-huh. Amit mondtál. Igen, tehát magyarul figyelj, gyere. Innen el kell kanyarodni ide. Innen kezdve. Mint maradsz. Kanyar közepén érinted a legszűkebb pontját a kanyarnak, és szépen kiengeded. Ha jól kapod el, időben fékezel, jó elhelyezkedsz, akkor már innentől pedig el tudsz tudni. Érted? De ezt a pontot te nem érinted. Nem érve érint, meg van, hogy innen jövök. Van, hogy innen jössz belülről, az a legrosszabb. De ha egy gondolatnyival később fordulsz,
láss. Uh-huh. Láss. Jó. Gyere ide befele. Jó. Itt kint hagyod, itt is rallizol, és túratod az orrát. Jó. Próbáld egyszerűen gondolataidban a gominak az oldalirányú terhelését csökkenteni. Igen, az lesz jó. Időre fékezd. Jó. Jó. Nem kell támadni a kanyarban, hogy lássál a pályán. Jó. Gurulunk hátra egy 10 centit, jó? Gurulunk hátra. Szia. Alá vagy szedve jobbra, egyenesen megyünk. Jobbra! Jobbra! Ha izé? És azt mondja, hogy sokkal biztonságosabb, mint ez, pedig most áttoltam mindent. Robi, okosan, ahogy mondtad, meg is lepődött, hogy olyan nyugodtam meg. Nőtt, befele. Milyen érzés belőle, Robi? Milyen az autó? Egyre jobb. Egyre jobb? Megérte eljönni? Fejlődik a pilótám. Ki az? Fék az a dinas? Ki? A zsiráf. A zsiráf? Önök a Zalaegerszegi srácnak a... Péter uram, Richard Burnsorriból jobb egyre. Richard Burnsorriból jobb egyre. Utolsó gondolatok? Péter.